Madárgyűrűzést is láthattak a diákok, de tanultak a sérült madarak és a fészekből kiesett fiókák mentéséről is. Ilyen programokat kínált tanulóinak a Hunyadi iskola a Madarak és Fák napján. Egy olyan különleges rendezvényen, amelyre szerintem még itt a Hunyadi iskolában nem is került sor. A Madarak és Fák napján Lehocki Krisztián, a Máji Természetvédelmi Egyesület elnöke tartott előadást a hunyadis diákoknak. Az elhagyott fiókák és a sérült madarak mentéséről volt szó. Ha egy madárka beteg, hogy épül fel, és ezt szerettem volna már régóta tudni. Hogyha lecsíted, akkor hány napig fáj? A gyerekek kérdéseket tehettek fel, és megtanulták azt is, mit kell tenni, ha a sérült madarat találnak. Természetesen, hogyha a kismadár megsérült, törése van, vérzik, kutya, macska elkapta, akkor mindenképpen mentésre szorul. Ha nincsen sérülése, akkor kell felmérni a fiókának a életkorát, ha már tollas, csipog, szalad, akkor érdemes visszaengedni őt a természetbe, a szülők fogják etetni. Ez a mezei veréb nem sérült meg, a szakember azért fogta meg, hogy meggyűrűzze. Egyedi azonosítót kap a madár, és ettől kezdve olyan, mintha egy rendszámot kapott volna, mint egy autó rendszáma, meg tudjuk különböztetni az egyik verebet a másik verébtől. Az azonosítón egy Budapest felirat és egy szám szerepel. A gyűrűzési naplóba a madár fajtája, a fogás helye és időpontja is bekerül. 3, 2, 1. Mezei veréből sok él hazánkban, Nyugat-Európában viszont már nem, mondja a szakember. Tendencia az is, hogy a madarak elvárosiasodnak. Tiszaújvárosban például már mentettek meg molnár fecskét, de aki figyelmes, kis ragadozókkal is találkozhat.